Reményik Sándor a kereszt fogantatása. A Szentlélek nagy fergeteg köpenyben a Libanonra szállott. A Libanon csúcsán megállott. Törzse obeliszk, feje korona. A Szentlélek ráharsogott, te fa, Máriától a szűztől most jövök. Csírázik már az Istennek fia, és áldott ő az asszonyok között. Most rajtad a sor, ím vihar kezemmel megáldalak, légy terhes a kereszttel. Légy te is áldott minden fák között, érezd, hogy nő benned a feszület, éveid a megváltó évei, míg utatok egykor összevezet. Rajtad csorogjon végig Krisztus vére, kidöntve majd magányod vadonából állítsanak a világ közepébe. Ott állj majd minden árva falu végen, ott függ majd minden cella kietlen falán, ősfádnak ezer apró másaképpen. Forgácsolód szét millió darabra, a szabadító tekintsen le rólad, sok megbilincselt életrabra. A Szentlélek nagy fergeteg köpenyben tova zúgott a Libanon felett, zúgásában ezer fa reszketett. Ordító erdő ment harsogva át, csak egy fa értette a szavát. Lehajlott óriási koronája, kereszt sorsának megadta magát. Énekeljük tehát, ó, mi csodálatos, arra gondolok,